Úgyhogy én azt mondom ezt. Jó estét kívánok! Köszöntök mindenkit a mai képviselőtestületi ülésünket. Külön köszöntöm a televízió nézőket is. A mai testületi ülésünknek a napirendi pontjait ismertetném. Megkérem képviselőtársaimat, amennyiben úgy gondolják, hogy valamilyen napirendi pontot szeretnének levenni a meghirdetett pontok közé, azt megtetjük még előtte. Akkor ismertetném őket. 2012 évi költségvetési rendeletet terjesztenénk be. Az elkészült szociális rendeletet fogadnánk el. Hulladékszállítás 2012 évi szolgáltatási díjairól szóló rendeletünket meg kell változtatnunk. A vagyonrendeletet módosítanunk, illetve ezt a vagyonrendelet tervezetet beterjesztenünk. A 0343/9-es számú ingatlan a gazdaság övezetben lévő ingatlanra cseréléséről lenne szó egy napirendi pontunkban. A 988-as helyrajzi számú közterület elnevezéséről, a hulladékberakóhely felszámolása tárgyú projektnek a benyújtásáról, az önkormányzati kárti ügyvezetői állásnak a megpályáztatásáról, és végül egy polgármesteri beszámolót tartanék itt néhány aktuális kérdésről. Akkor ez a 9 napirendi pont volt tervezve, megkérdezve a képviselőtársaimat, hogy valami javaslatot a napirendi pontra. Nincsen, akkor megkérem, hogy fogadjuk el a napirendi pontokat. Kézfeltartással jelentem. Köszönöm. És én még megkérném Kis Ferenc és Alapáni Koszonics Klára képviselőtársaimat a jegyzőkönyv hitelesítő és elvállalják. Ha egyetértünk a személyünkkel, akkor készfeltartásra jelentünk. Köszönöm, hogy ővel folytatnánk, és a 2012 évi költségvetési rendelet beterjesztésével kezdeném. Jó magam ismertetném, aztán itt megadjuk a szót az intézményvezetőknek, illetve a bizottságok vezetőinek, hogy tárgyalták meg a kérdést, illetve van-e hozzászólások. Gyakorlatilag az 2011 év végén ugye elfogadtuk a költségvetési koncepciót, amiből nagyjából körvonalaztuk, hogy milyen célkitűzéseket szeretnénk megvalósítani településünkön, azon kívül, hogy az intézmények működését biztosítsuk, hogy várhatóan ezek a költségek hogy fognak összeállni, illetve azoknak a bevételeit, hogy tudjuk megteremteni a normatívákkal együtt, és gyakorlatilag most ezt a rendelet tervezetet, illetve a kérdésítő mellékleteket kiküldtük, és ezt megnézhették képviselőtársai. Gyakorlatilag az idei költségvetés évben 625.936.000 forint bevétellel és ugyanennyi kiadással számol az önkormányzat. Ugye ez megint egy hatalmas ugrása az előző évi költségvetéshez képest. Ennek a legnagyobb tétel a kerékpárút építése, amely idejében várhatóan meg is fog valósulni, ugye a közbeszereztetés folyik. Ha minden jól megy, ahol a 24-én a közbeszerzés eredményítésre kerül, tehát ki lesz választva az a vállalkozó, aki ezt a munkát elnyert és el fogja végezni. A tavasz megjön a jó idő, akkor elmehetőleg elkezdik építeni a kerékpárutat, ugye a Papréti betérőtől az államhatárig. Itt a nagy töltésnél fog kilépni ez az út, ezt mindenki számára azt hiszem ismert. Ez egy 230 millió forintos összeget tesz ki a beruházás költsége, a hozzátartozó előfinanszírozási hitelnek a kamatköltségével és az egyéb járulékos hozzátartozó költségekkel, úgyhogy ez eléggé megterheli önkormányzatunkat az idei évben, de mivel, hogy várhatóan ugye a 95%-os támogatást önkormányzatunk ezt vissza fogja kapni,
akkor ez gyakorlatilag, ha az egész lerendeződött, akkor végül is egy 30 millió forintos, 20 millió, 20-25 millió forintos költséggel fog járni településünknek. Azért bizonytalan ez az összeg, mert nem lehet tudni, hogy milyen gyorsan tudunk elszámolni, az elszámoló szervezet milyen gyorsan fogadja be az elszámolásokat, találnak-e hibát, nem találnak hibát. Tehát, hogy a 200 millió forintos banki hitel nem mindegy, hogy fél évig veszük igénybe, vagy egy évig, nyilvánvalóan ez egy előre nehezen kalkulálható, a költségvetésben a rosszabbik variációban kalkuláltunk, hogy nehogy meglepetések érjenek minket. Az intézményeknél ugye a működési költségek azok eléggé korlátok közé vannak ugye szorítva, főleg ugye a költségvetés nagy részét a bérek és járulékaik teszik ki, ezeket előre fixen tervezhető dolgok, ezeket nem lehet változtatni, mert ezek egy hosszú évek során kialakult bérköltségek, illetve járulékköltségek. Én ennyit mondtam volna, még azt én nem mondanám, hogy elméletileg a költségvetési hiány, mert nyilvánvaló, hogy a mi településünkön és az adóbevételeket nem érik el azt az összeget, amit a fejlesztésekre, illetve az intézmények működési költségének kiegészítésére fordítunk, azt teljes egészében fedezzék, ezért még idén is az ingatlan eladásokhoz kell nyúlnunk, ha néhány lakóterületet tudunk még értékesíteni. Mentségként én azt hoznám föl, hogy a tavalyi évben is úgy érzem, hogy az eladott ingatlanok arányát azt elméletileg településfejlesztésre fordította az önkormányzatunk. Tehát ha utána nézünk azoknak a dolgoknak, amiket településen fejlesztettünk, végigvittünk, előkészítettünk, akkor az a pénz gyakorlatilag fejlesztésekben nagy vándorolt át. És idén is látható, hogy az az összeg, amit ingatlan eladásból remélünk forrásként bevenni, bevételezni, az mindent valamilyen fejlesztésre szálljunk, tehát nem föléjük, úgy érzem, a vagyont, hanem véglegesen fejlesztési célokra fordítjuk ezeket az ingatlanok eladásából származó bevételeket. Tehát akkor én röviden ennyit mondanék az előterjesztésről. Ugye mivel a bizottságok is ezt megvizsgálták, én megkérném akkor a bizottságok elnökeit, hogyha szólnának hozzá, illetve bármelyik képviselőtársam, illetve az intézmények vezetőit, hogy egészítsük ki a beszámolómat, illetve a beterjesztett rendeletet az ő szemszerükből, az ő által készített hiányosságokkal, dolgokkal. Tessék, kezdem én a nézőbizottság részéről. Több mint 4 órát ültünk e fölött, és elég parázs vita volt, azt is lehet mondani. Nem igazán baszoltak az elején itt az összegek. A végén azért sikerült itt megtalálni a kompromisszot mindenütre. Nem sorolnám fel, hiszen a nézők sem hiszem, hogy részleteibe érdekli ezeket. Ez a dolog, hiszen követhetetlen, mert annyi tételből állt. Nem is ez a módja annak, hogy ezt felsoroljuk, illetve nincs rá lehetőség időhiánya. A lényeg az, hogy ez a forma az elfogadható számunkra, még annyi kérésünk van a külsős tagunk. Még szeretnénk megkérni, mielőtt a végleges vezetőt elfogadjuk a költségvetésnek, a Mészáros Judit, hogy még ezt tekintse át újra. Most nem tud itt lenni, és ezekben még nagyon friss adatok is vannak, de tulajdonképpen, amit mi a csütörtöki bizottság ülésen megbeszéltünk, azok tükröződnek ebben a költségvetési koncepcióban, tehát a bizottság támogatja ezt a változatot. Köszönöm szépen. Beszéltünk róla, én csak azt szeretném megjegyezni, hogy sajnálatos, hogy az állami támogatás az nem nő, hanem évről évre gyakorlatilag arányaiban csökken, és emiatt a önkormányzatnak évről évre több, tehát nagyon nehézséget okoz, és ki kell gazdálkodni azokat az összegeket, amelyekből az intézmények üzemelni tudnak. Ez valóban csak úgy lehet, hogy nagyon komoly, oda kell figyelni minden egyes kiadott pénzösszegre. Az iskola is és az óvoda is
intézményvezetők is gondolom, vagy mondják, nagyon odafigyelnek a költségvetés készítésére. És egy dolgot szeretnék mondani magának a Szociális és Oktatási Bizottságnak. A tavalyi évhez hasonlóan 3 millió forint szerette van arra, hogy ebben az évben is a különböző segélykérelmekre oda tudja támogatni, tehát támogatni tudja. A iskola kezdési támogatást a gyerekeknek, a rajkai tanulóknak ki tudja fizetni, és amennyiben marad összeg év végén, akkor idén is mindenképpen szeretnénk majd az időseket, a nyugdíjasokat egy kis összeggel meglepni karácsonyi ajándékként. Hát azt gondolom, hogy jobb költségvetést nem tudunk csinálni, és mindenképpen javasolnám én is elfogadásra. Köszönöm szépen, igazgató úr, majd a intézmények részéről, akkor átadnám oda a vezetőnek a szót. Polgármester úr és a képviselő asszony is elmondta, hogy az állami bevételeink azok a sajnos a csökkenő gyermekszám miatt egyre kevesebb összegben kapjuk meg a támogatást az államtól, és az önkormányzatnak egyre több támogatást kell hozzá tennie ahhoz, hogy az intézmény működhessen. A kiadásoknak a 60%-át azok a dolgozói bérek teszik ki, és a járulékaik. Hát reméljük, hogy a dologi kiadásoknál semmi váratlan esemény nem jön közbe, ami esetleg borítaná az intézmény költségvetését, és talán akkor 2012-ben érdekelőmentesen üzemelhetnek az intézmények. Köszönöm szépen. Én köszönöm szépen én is. A települési költségvetési koncepciót és a költségvetési törvény figyelembe véve elkészítettük az általános iskola és alapfokú művészetoktatási intézménynek a költségvetését, amelynek a főszegye 84.651.000 forintot tesz ki. Ebből mintegy 47 millió forint az állami támogatás, az állami normatíva, és az önkormányzatnak saját forrásból 37 millió forintot kell adnia ahhoz, hogy az intézményünk zöggenőmentesen tudjon működni. Ezt a támogatást természetesen csak megköszönni tudjuk a fenntartónak, ugyanakkor el kell mondanom, hogy az előző évekhez képest idén azért csökkenteni kellett a dolgi kiadásoknak a mértékét. Éppen ma néztem utána, hogy 2008-tól 2011-ig lényegében nem változott a dolgi kiadásoknak az összege, ez a 16 millió forint körül mozgott. Most 13-13,5 millió forintban határoztuk ezt meg, hiszen valahol szűkíteni kellett a költségvetési keretet. Amint említettük, a bevételeink nem nőttek, viszont a kiadások azok maradtak. Ugyanakkor megjegyezném, hogy a személy jellegű juttatásoknál az előző évhez képest csökkenés mutatkozik, hiszen végrehajtottunk még az előző tanév végén egy pedagógus létszám leépítést, amely mégis a szakmai munkát szerencsés módon nem befolyásolja, tehát 8 évfolyamon 8 osztályal zökkenőmentes az intézménynek a működése, viszont a személyi utatásoknál ennek a két pedagógusnak a bére már mutatkozik, tehát azért némi megtakarítás sikerült elérnünk ezáltal. Egyedül a napközit szeretném kiemelni, hogy itt milyen siralmas a helyzet. Nincsen 2 millió forint az állami támogatás a napköziben, és 3 csoportot működtetünk, 2 alsós és 1 felsős tanulószobai csoportot, ami a gyereklétszám miatt szükséges, viszont ez az összeg egyetlen pedagógusnak a munkavégére sem elegendő, és éppen ezért a napközinél annyira minimalizálni kell a dolgi kiadásokat, hogy a tervek szerint mintegy 160.000 forint fog csak jutni a gyerekeknek különböző szakmai anyagokra, játékokra, fejlesztő eszközökre. Hát itt is csak azt tudom mondani, hogy ha az állam többet adna, akkor többre futná, hiszen nem várhatjuk el az önkormányzattól, hogy mindent ő biztosítson. Ugyanakkor a félelmeit is szeretném megosztani, ezt úgy is tudják a képviselőtestet tagjai meg bizonyára a szülők és a televízió nézők, hogy váratlan jövő január 1-től átkerülünk az államhoz, és hát eddig tudtunk működni, mert az önkormányzat pedig kiegészítette az állami támogatást, és félő, hogy még szűkösebb lesz majd a keret.
hiszen ha eddig nem jutott az intézményekre, a kérdés a jövőben honnan fogják majd elővenni ezt a keretösszeget. Hát ennek ellenére ezért pessimisták nem vagyunk, igyekszünk a jövőben is tenni a dolgunkat, mint ahogy eddig is tettük, és hát még egyszer köszönöm, hogy kiegészítik az állami támogatást és az intézményünknek a működését segítik. Köszönöm szépen! Képviselőtársaimnak még szükséget is az. Én annyival kiegészíteném, hogy tavaly az önkormányzatnak 90 millió forintot kellett a ANK-nak a működéséhez hozzátennie. Most lévén, hogy meghoztunk egy-két nem népszerű döntés többek között a tandíj bevezetését, illetve a csoport létszám csökkentést, mint az óvodában. Ugye ott három csoport lett 70 gyerek révén, úgyhogy a szlovák gyerekeket akkor nagy számban ugye kivették. Az iskolában pedig ugye megcsináltuk azt a összevonást, ami hát lehet mondani, hogy népszerű, de szükségszerű, és biztos, hogy az ország más területén is ezt meglitték volna, így azt mondom, tehát ez egy törvényszerű összevonás volt. 10 millió forinttal kevesebb összeggel kell az önkormányzatnak kiegészíteni most idén az intézmények működését, és úgy, hogy még ugye vannak kifutóba ugye felmentési idejüket töltő dolgozók, illetve pedagógusok meg alkalmazottak, tehát ez, ha mondjuk a mi kezelésünkben maradnak, akkor jövőre ez még kedvezőbb képet mutatnak, illetve ugye megindult az a folyamat is, hogy az óvodában egyre nagyobb létszámmal iratják be a gyerekeket fizetősre a szlovák állampolgárok, tehát végül is az első megrepülés után azért fölismerik, hogy lehet, hogy drága ez az intézmény, de még mind kincse olcsó, illetve a kényelmi szempont miatt mégis idehozhatják a gyerekeket. Nagy mértékben javítva a költségvetési helyzetüket, hogy ez így van. Azért mondom, hogy a nem népszerű döntések is azért szép lassan hozhatnak eredményt, és ugye ez itt ebből látszik a költségvetésből. És szerintem az iskolánál ugye a gyereklétszám az megmaradt, gyakorlatilag a körüli gyereklétszámban van talán még egy kettővel több is, mint az előző évben. Az óvodában meg ugye most teljes kihasználtsággal működik a három csoport, sőt, ha jól tudom, a bölcsödeire is most a 24 fő, 24, tehát ezt elértük. Ezt a dolgot, tehát azt mondom, hogy egy év meg kell eltenni, hogy legyen látható, talán a másik évben lett volna több. Itt az igazgató úr még kitért arra, hogy jövő évben átveszi az intézmény működtetését az állam, mint az általános iskoláit. Hát erről majd később döntenünk kell, hogy itt az a Rajka önkormányzat megtartja az iskoláját, átengedi, vagy illetve visszabérelni, ahogy mondják. Ez majd egy következő felelős döntése lesz az önkormányzatunknak. Nyilvánvaló, hogy ezt csak akkor fogjuk tudni megtenni, hogyha a végrehajtási rendeletek kijönnek, tisztában leszünk a lehetőségeinkkel, annak hasznával, annak kárával, hogyha ez itt megszűnik. Még ezt korai elmondani. Holnap lesz pont egy ilyen, ugye mindenki tájékoztatást kapott róla, holnap lesz egy ilyen tájékoztató érdekedet a köznevelési törvénynek a változásáról a jövő évre vonatkozóan. Ezt javaslom képviselőtársaimnak, hogy minél többen menjenek el, hallgassák végig ezt a előadást Dunakiritén, és akkor talán ez is megkönnyíti a tájékozódásunkat, meg a felkészülésünket arra a döntésre, ami vár ránk ma itt a nyár folyamán. És akkor én azt javaslom mindenkinek, hogy február végén fogunk tartani majd egy képviselőtestületi ülést. Addig ezt a rendelettervezetet még jobban átvizsgálják, és félek, hogyha valamit változtatnának rajta, akkor még ezt megtehetik. És akkor megpróbáljuk beépíteni még ez a idei költségvetésünkbe. Úgyhogy én, ha nincs ez a napirendés ponthoz több kérdés vagy javaslat, akkor tovább mennénk a második napirendi pontunkra, ami nem más, mint a szociális rendelet, tehát amit elkészített jegyzőnk, kérem ismertesse napirendi pontot.
Most mi napirendi pontunk a rajzakösség önkormányzatának az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási kormány szabályozásáról szóló rendelet tervezetnek a megtárgyalása. Ez azért is szükséges most nekünk, mert a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 93. évi 3-as törvény sok paragrafusban és normákban változott. Ehhez nekünk igazítani kellett a helyi rendeletünket, és nagyon fontos még azt elmondani, hogy ez az általam elmondott alaptörvény, ez Európai Unióval jogharmonizált törvényről van szó, és mivel ez egy jogharmonizált törvény, ehhez képest kellett igazítanunk még inkább a helyi rendeletünket. És ami jelentősebb változásokról szólnék egy pár szót, ami nagyon fontos, hogy ez a vérpótlói juttatásunk, ami korábban ilyen néven ismert támogatás vagy segély volt, ez most mint ilyen norma, jogi norma megszűnt, ehelyett lett a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, és kevesebb összeggel, mint korábban volt, hiszen ez egy nehéz időszak az országgyűlés számára is, de még azt a 28.500 forintot is le kellett neki csökkenteni, és a mostani foglalkoztatást helyettesítő támogatás összege 22.800 forint lett a helye, ami igazából már annyira kevés, hogy ehhez már nem is lehet igazából szerintem mit hozzátenni. De ehhez mérten kellett ugyebár ezt módosítanunk. Akkor még jelentős változás az is, hogy a lakásfenntartási támogatást azt most már csak normatív alapon lehet adni, tehát méltányossági szempontból nem, és a lakásfenntartási támogatás feltételeit szintén ez a törvény szabályozza nagyon pontosan, de erről egyébként ment is kitájékoztató a lakosság felé, és szoktat is kérdésekkel jönni hozzánk, ami mindig mindenkivel foglalkozunk, és hogyha jogosult rá, akkor mindenki meg is kapja. Ezek a fontosabb változások, amiken átment ez a helyi rendelet, még a temetési segély és családalapítási támogatás az továbbra is benne maradt, mint ahogy ezt tavaly szerettük volna. Ezt még mindig meg tudjuk tartani, ezt a 20.000 forint mértéket, akkor is, hogyha egy rajkai lakos elvázik, és akkor is, hogyha egy rajkai állandó lakcímmel rendelkező családban pedig új gyermek születik. Esetleg nem tudom, hogy lenne kérdés a képviselőtestület bármely tagjának, vagy hozzászólása, akkor én ennyit szerettem volna erről elmondani. Tessék. Én még egy gondolatot szeretném kiegészíteni ezzel a szavait. A szociális körnél jogosultak körül is kibővült ezt a hadazsáltal, méghozzá úgy, hogy felemeltük néhány helyen azokat a százalékos százalék által meghatározott összeget, ami alapján valaki igényben beheti ezeket a támogatási formákat. Például a közgyógyellátásnál, a kielemezőknél a öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 190%-át nem haladhatja meg, egyedül élő esetében pedig a 230%-át az egyfőjutó keresett, tehát ez nőtt mind a kettő esetben. Köszönöm. Még én egyet elmondanék, hogy a rendelet alkotásakor sok kérdéstől vetődött, de mivel ez az uniós tagság, amiben benne vagyunk, ennél a rendeletnél roppant odafigyelést igényel arra, hogy nehogy olyan határozatot hozzunk, ami ellentétes az egyébként nem csak a magyar törvényekkel, hanem az uniós jogharmonizációval. Úgyhogy erre egy-két dologra itt a bizottsággal tegnap ugye elhangzott, hogy leséztük a szavakkal, játszottunk, hogy lehet azt biztosítani, hogy azért rajtai kötődésűek pedig igénybe, illetve kapják meg ezeket a szociális támogatásokat, nem tenni úgy rendetet alkotni, hogy tényleg esetleg ne olyan, hogy tegyük hozzáférhetővé, akik azt sem tudjuk, hogy ki is oda éppen megfordult a lehetőségből. Úgyhogy ezt, ha látják a rendelet szövegében, bizony egyébként délután látjuk rajta, itt még mindig a
jogszabályokon magunkat, hogy ez beleférjen abba, hogy esetleg a kormányzati ellenőrző hivatal, illetve most a kormányhivatal se találjon benne kivetni valót. Össze is lett egyeztetve, és még ott is kértünk tanácsot, hogy Győrből, hogy mit hagyhatunk benne, hogy mit vendünk ki, és így alakul ki a jelenlegi szöveg. Úgyhogy én megkérdem képviselőtársaimat, hogy van-e valóban még azzal hangzott el, hogy ezekre a juttatásokra, illetve segítére alapra csak személyesen, tehát elektronikus úton nem lehet benyújtani őket, hanem az erre rendszeresített formadoktatványokhoz személyesen kell a szolgálási hivatalba eljuttatni, illetve behozni. Köszönöm szépen az információt. Még kérdés, tessék? Nem az alapítanítani ilyen bizottságülésen. Látom, hogy limitek vannak a temetési és a családalapítási támogatásnál is. Ez eddig nem volt, ugye? Tehát igen. Akkor ez is harmonizálva. Mindenféleképpen kellett adni. Elég magas igen. Így is ez a... Igen, azért adtuk ezt meg, hogy ez a jogosult időre az megmaradjon, tehát hogy magas maradjon. Tehát mindenféleképpen az a célja az önkormányzatnak, a testületnek, hogy tudjunk adni. Tehát, hogy aki ebbe a keretbe belefér, annak mindenféleképpen jogosult legyen rá. Meg úgy érezzük, hogy aki ennél nagyobbat általában nem csinálja, hogy ugye törvényi előírásra megállt a szabályzás. Meg kell határozni a felső határát mindenképpen a úgymond támogatás összegének. Ha nincsen egyéb kérdés vagy hozzászólás, akkor megkérem képviselőtársaimat, hogy ezek egyetért a rendelet céljával, illetve ezzel a tartalmával az két feltartása jelezzük. Köszönöm szépen. Harmadik napirendi pontunk a hulladékszállítási rendeletnek a módosítása. Megkérném ismét jelentőnőt, hogy ismertesse az előterjesztést. A hulladékgazdálkodásról szóló törvény, AGT-nek rövidítjük, 23. paragrafus F pontja kimondja azt, hogy az önkormányzatok számára a települési önkormányzati képviselőtestületen önkormányzati rendeletében állapítja meg az alkalmazandó díj legmagasabb mértékét, megfizetésének rendjét, az esetleges kedvezmények eseteit vagy a szolgáltatásnak az ingyenességét. Most ez a fenti kötelezettséget valamennyi önkormányzatnak 2012. február 29-ig kötelezettsége végrehajtani, és ezt a hulladékgazdálkodásról szóló törvényt az alaptörvény, tehát ez a 2011. évi 201-es törvény azzal egészítette ki, hogy a 2012. évben nem haladhatja meg a szolgáltatási díj a 2011. évben lévő decemberi díjat, annak a legmagasabb mértékét, ezért a korábbi rendeletünket, amit 2011. decemberben hoztunk, abban lévő 5,8%-os szolgáltatási díj emelést, azt el kell törölni, ami a lakosság számára egy nagyon jó hír, és vissza kell állítani azt a díjat, ami 2011-ben volt hatályos. Úgyhogy ez a rendeletmódosítás erről szól, ezt tartalmazza, és ezeket az árakat állítottuk vissza minden egyes gyűjtőedény ürítési díjára, tehát külön a 60 literesre, a 80-asra, a 110 és a 120 literes gyűjtőedényekre. A kedvezmények pedig továbbra is megmaradtak. Köszönöm szépen az előterjesztést. Ugye tessék. Azt szeretném kérdezni, hogy a díjemelés változatlan hagyása az a látóárra vonatkozik. Tehát akkor 2% emelés végül is lesz. Igen, az ÁFA az mindenféleképpen. Tehát azért a lakosság tudja, hogy forintra nem ugyanazok az összegek lesznek ennek ellenére sem, hanem 2%-ra megyek. De az csak az ÁFA-ról adódik, nem az egész 8, hanem csak 2. Én is az észrevételt, hogy ezt tudva levő, ezt a decemberi utolsó előtti napon, illetve az utolsó munkanapon fogadta el országgyűlés ezt a törvényt. Elfogadhatták volna előbb egy két évtel, és akkor az ország összes önkormányzata nem hozza meg azt a rendeletet, amit most az összes önkormányzat visszaváltoztat. De mivel, hogy ezt most a lakosság használva, meg a közintézmények használva, ezt ilyen törvényt hozhatnak autósó nap még bármikor, úgyhogy ebben partnerek vagyunk, de ezzel plusz munkát adtak csak nekünk.
tudom, van az előterjesztéshez hozzászólás, nincs, akkor javaslom az előterjesztett rendeletet a képviselőtársaim fogadják el, aki egyetért kész feltartással jelezze. Köszönöm szépen, és akkor tovább lépnénk a vagyonrendelet módosítására, ismét kérdőnőt kérem az előterjesztésre. A vagyonrendelettel kapcsolatban szintén decemberben volt az országgyűlésnek egy olyan döntés, amivel elfogadta a 2021. évi 196-os törvény, amely az alábbi kötelezettséget írja elő, hogy az önkormányzatoknak a forgalomképtelennek minősülő vagyonából a törvény hatályba lépésétől számított 60 napon belül meg kell jelölni azokat a vagyonelemeket, amelyek kiemelt jelentőséggel bírnak, és azokat, amelyek üzleti tevékenységre átruházhatók. Na most ebből készítettünk mi egy táblázatot, a bizottság ezt látta is. Én azt gondolom, hogy ezt még egyszer alaposabban át kellene nézni, hiszen azokat az elemeket, amelyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűnek tekint a testület, illetve tekintett a bizottság, ezek azok a vagyonelemek, amihez később az állam nem nyúlhat hozzá. Úgyhogy nekem az lenne a javaslatom a testület felé, hogy ez tényleg még egyszer üljön össze a bizottság, meg az építési előadóval én magam is, meg a polgármesterről is együtt, még egyszer át fogjuk tüzetesen nézni, hogy melyek ezek a vagyonelemek, mert tényleg ez nagyon érdemes még egyszer átnézni, hogy biztosan ezek a vagyontárgyak az önkormányzat tulajdonában maradjanak továbbra is. Köszönöm az előterjesztést. Én annyival ugye kiegészíteném, hogy a vagyonrendeletünket mindenképp felül kellett volna vizsgálni, mert az elmúlt években olyan mértékű változások következtek be itt az ingatlan állományban, amit mindenképpen a rendeletünkkel le kellett volna szabályozni. Értem itt az alatt, hogy igen sok ingatlannak a paraméterei megváltoztak, itt az utakhoz területet adtak át az ingatlan tulajdonosok útszélesítésre, pontosan ingatlan rendezésből adott át az önkormányzat akár csak 1 vagy 5 vagy 15 négyzetmétert nagyon sok ingatlanhoz, hogy a rendezési tervnek a szabályozási vonalához legyen alakítva. Ugyanígy módosultak a ingatlan kataszterünk, ahogy lehet mondani, szóval a vásárolt ingatlanokkal, az amúgy eladott telkekkel, tehát itt mindenképpen felül kellett volna vizsgálni. Ehhez most jött hozzá ez a dolog, ez a nemzeti vagyon kérdése, és mivel, hogy erre a törvény amúgy is azt a határidőt szabja meg, hogy február 28-áig kell elfogadni, illetve február végéig ezt a rendeletet. Úgy gondolom, hogy majd egy testületi ülésen a költségvetési rendeletünkkel együtt a hónap végén meg fogjuk elfogadni. És addig kérem képviselőtársaimat, illetve a bizottságokat is, hogy vegyenek részt abban a munkában, hogy ezeket a vagyonelemeket jól mérjük fel, és tényleg pontos adatokkal vezessünk be a rendeletbe. És itt megemlíteném, ugye talán majd a bizottság tagjai ezt elmondják, hogy alapjában véve azok az ingatlanok, amik fel vannak sorolva, mint forgalomképtelen vagyon, bizony ott az önkormányzatok lehet, hogy a közeljövőben hozzá akar majd nyúlni bizonyos kérdésekben, mert ha a gazdasági programban megfogalmazott célkitűzéseinket akarjuk végrehajtani, ugye a 4 év folyamán, akkor majd az óvoda bölcsőde kérdését is rendeznünk kell olyan téren, hogy nyilván való szeretnénk majd valamit kezdeni a lerobbant állagó épületekkel, meg a visszavonandó, illetve megszűnő működési engedélyen például a bölcsődében. Tehát, ha sikerül az egészségházat végül is összehoznunk a termék szerint, utána mindenképp ezzel is foglalkozni kell, de viszont ugyanúgy az egészségháznál az a főszabaduló ingatlanok, mint pedig a óvoda bölcsődé esetén, ugye megváltoztatja ezt a kérdést, hogy nálunk melyik vagyonelemet érdemes benne hagyni ebbe a korlátozottan forgalom képes nemzeti vagyonba, ha úgy tetszik most ez a szó. Úgyhogy ezzel kapcsolatban nekünk majd ezt jobban
át kell vitatni, hogy ténylegesen mik maradjanak benne, meg mi kerüljenek ki, hogy később jelenben ezekkel gazdálkodni lehessen. Megkérdezem képviselőtársaimat, hogy a beterjesztett rendelethez van hozzászólásuk. Nincs, akkor megkérek mindenkit, hogy a hónap hátralévő részében a két résznek a munkából vegyek ki a részét, és tegyenek ténylegesen javaslatot, hogy szerintük melyik ingatlan hova csoportosítsuk be, ugye a korlátozottak forgalomképes, illetve a üzleti célú, vagy forgalomképes üzleti célú ingatlanok közé, illetve ugye épületek közé. Akkor mennénk tovább, a következő napirendi pontunk, ugye egy ingatlan cseréhez kapcsolódik. A 0343/9-es helyrajzi számú ingatlanról, ami egy szántó ingatlan, területe, a pontos területe 1345 négyzetméter, ennek a tulajdonosa, ugye, hát megkerestük, mivel ez az önkormányzat tulajdona, ez az ingatlan, amit itt említettem, ez a 0343/9. És az ingatlan tulajdonosának a gazdasági övezetben, amit szeretnénk kialakítani, annak a területében osztatlan közös vagyonba beleesik egy 1364 négyzetméteres területet. Tehát a kettő között 19 négyzetméteres különbség van. Tehát én javaslom képviselőtársaimnak, hogy ezt a ingatlan cserét fogadjuk el a tulajdonossal, ugyanis itt már jó úton haladunk, hogy a testület korábbi döntés alapján, hogy az üzletrészeket, illetve a tulajdonhányadokat összevásároljuk. Ez folyamatosan megy napi gyakorisággal, ugye egy 116 tulajdonosról van szó, és most ez egyben esik ez a kettő. Egyébként ezt a földrészletet jelenleg is az a tulajdonos használja, miértben az önkormányzatot, akivel ezt a cserét meg tudnánk ejteni. Én kérem képviselőtársaimat, hogy ezt a cserét támogassák, gyakorlatilag teljesen egyenértékű cseréről van szó. Az ingatlan fekvése, amit eladunk, nem olyan, hogy az bármilyen későbbi más célú hasznosításra alkalmas legyen, tehát ez váraton, még 50 év múlva is egy szántó besorolású ingatlan lesz, tehát ez nem teljes spekuláció, hanem ez az önkormányzat részére a gazdaságfejlesztési programunknak egy része. Nem tudom, hogy ehhez van-e kérdésük, hogy hozzászokatok. Azt egy polgármester, azt nem mondtad, hogy az a 19 négyzetméter különbség is az önkormányzat javára van. És hát röviden összefoglalva arra van szó, hogy abban a területből ezt megvásárolná egyébként az önkormányzat, amit így nem kell megtenni. Abszolút a bizottság is 100%-osan támogatja. Köszönöm szépen, még hozzászólás nincs, akkor megkérem képviselőtársaimat, akik ezt az ingatlan cserét támogatják, készfenntartással jelezzék. Köszönöm szépen, és következő napirendi pontunk, előterjesztésére megkérném a képviselőtársaimat. A 988-as helyrajzi számú közterület elnevezéséről van szó. Magyarra lefelé, hogy mindenki értse, a Duna utca házai, amik a kanális felé néznek, ugye ezek hosszú telkek, jó pár közös megosztásra került az idő folyamán, gyakorlatilag kialakult egy utca már, ami használatban is van, ilyen állapotban többen látták, akik arra jártak, mert egy kicsit próbáltunk már javítani az állapotán. Tehát lehet, hogy ez az érzelmeinkkel nem egyezik meg, hogy ott is egy utcát nyissunk, azonban a gyakorlati tények arra kényszerítenek minket idézőjelben, hogy ezt megtegyük. És már használatban van, ezek a telkek ott vannak, az ott lakóknak elég problémát jelent, hogy Duna utcai házszámuk, illetve utcanevük van tulajdonképpen, valamilyen perral vagy pervés megnevezéssel, tehát az élet és a gyakorlat kívánta tőlünk azt, hogy ebbe az ügybe lépjünk.
és hát a testület, illetve nem a testület, hanem a bizottság, amiből beszélhetek, a bizottság azt javasolta, hogy ennek a közterületnek akkor egyrészt nevezzük át utcává, tehát minősítsük át utcává, és az ott, az itteni régi rajkörök emlékeznek rá, hogy valamikor ott volt a pásztorház, ezért ez a javaslat született, hogy ez az új kialakítandó utca legyen pásztorház utca. Köszönöm szépen. Szóval nincs. Itt csoportosan érkeztek a tulajdonosok, hogy foglalkozunk ezzel a kérdéssel, mert megnehezíti az életüket. Itt az idő fölül érte a tervezést, úgyhogy aki képviselőtársaim közül egyetért azzal, hogy ez a Dun utca mögötti út, ami eddig nem kapott nevet, Pásztorház utca néven legyen elnevezve, az kész feltartásra jelezze. Köszönöm szépen, és következő napirendi pontunk a hulladék lerakó hely felszámolása, tárgyú projekt benyújtása. Ez gyakorlatilag a kemping melletti szemét lerakó helynek a rekultivációs pályázatáról van szó, amit most már 2-3 év ugye folyamatosan napirenden van a kormányzatunknál. Nem történt más, mint ez az egész területre vonatkozó hulladék kezelési terv, a rekultivációs terv elkészült oly mértékben, és ezt jóvá hagyta a felügyelő hatóság, a környezetvédelmi hivatal, plusz a ESA, tehát ez az Európai Uniós projekteket koordináló kormányszervezet is támogatására biztosította, és tehát kompletten elkészült az anyag, a második körös benyújtására vár. Gyakorlatilag arról kell dönteni önkormányzati képviselő testületnek, hogy ez a pályázat ebben a formájában, amit itt kidolgoztak ugye nekünk a szakemberek, és támogatott a környezetvédelmi hivatal, és a rekultiváció módját, illetve költségét elfogadta a támogató szervezet benyújtásra kerüljenek. Egyrészt a másik határozat, pedig illetve a határozat második része arról szól, hogy ez 2015. június 30-áig az önkormányzatunk tüzes vasodát, vagy hogyan mondják mindenki, azon tüzön át is végrehajtja, mert különben, ha még azután maradna a költségek, azt az önkormányzatunknak kell fölvállalni. Ugye ez korábban nem volt benne itt a tervezetben, ez gyakorlatilag a pályázat kiírásból szerepelt, csak ugye eddig ez nem volt erről szó, ez gyakorlatilag még 3,5 év. Ez a maga a rekultivációs munka egy éves folyamat körülbelül a víztisztítással együtt, és hát ennek a felelősség tudatában kell ezt dönteni, hogy ez a 3,5 év alatt ezt a projektet, ami egyébként 407.379.415 forint, hogy ezt végig fogjuk vinni, 100%-ban támogatott projektig, még ugye az összes külső munkát is támogatják. Én még itt elmondanám ezt kiegészítésül, hogy ugye az a területet, ami mellé esik és erdőként volt, erdőművelési ággal volt nyilvántartva, azt az önkormányzatunk gyakorlatilag összevásárolta a tulajdonosoktól, hogy az arra területre átnyúló hulladéktestet is rekultiválni lehessen ebből az összegből, ugyanis csak önkormányzati tulajdonban lévő terület rekultivációs költségeit támogatja ez a projekt 100%-ban, meg kisebbre is, tehát itt csak erre volt mód. Itt azt a korábbi döntés értelmében, hogy megveszük a területet, azt teljesítette önkormányzatunk, és mostanra ezek az adásvételek megköttettek, illetve hagyaték is lefolytatódott, úgyhogy ez nem akadály annak, hogy az átnyúló hulladéktest is rekultiválva legyen, és így bele lehetett tenni ebbe a pályázati összegbe. Ugye, hogyha ez nem sikerült volna ez a vásárlás, akkor egy ilyen több 10 millió forintos költség mindenképpen terhette volna az önkormányzatunkat,
meg a tulajdonosokat is, de amit nem tudtuk volna rajtuk behajtani, úgyhogy valószínűleg azt a költséget, amit a tulajdonosoknak lett volna, az is az önkormányzatra jutott volna, mert meg viszont meg kellett volna csinálni. Én nem akarok itt sok szót pazarolni, de aki kimegy a Mária Ligeti úti szemétlerakónak a rekultivációjához, és azt megtekinti, és megnézi azt, hogy ott nem rendezték ugyanígy ilyen gyorsan a tulajdonviszonyokat, és most bizony egy része a hulladéktestnek most lemaradt abból a részből, amit rekultiválnak. És ugye ezt mikor észleltük, akkor jeleztük, hogy hoppá, ez így valahogy nem passzol, hogy most egy ilyen, hát nem a felel, de egy kicsi része ott marad, most az egész környezetet csúfítja, rontja, hát ezt akarjuk mi elkerülni. Amúgy meg azt gondolom, hogy később egy folyamán az erdő művelési árban lévő területet ott más célra is lehet volna használni, illetve ugye ebbe beleesik ez a régi lerobbantott hídnak a főjáró része, hát ott esetleg más célra hasznosítják. Nem, mindenképp erdő kell, hogy maradjon, de esetleg majd belehet vonni valamilyen más projektba, esetleg itt egy ilyen szabadidős tevékenység folytatására alkalmas területet lehet rajta kialakítani. De viszont ezt a területet nem fogja terhelni a rekultiváció utókezelés terhe, mivel hogy ezen a területen nem teljesen erre lesz szállítva az eredeti állapot, tehát ott csak földet töltetik majd vissza. Nem lesz semmiféle újrahasznosított hulladék, vagy valami elhelyezve azon a részen, meg hulladék van, meg semmi, hanem az teljesen ki lesz tisztítva. És hulladék csak a régi önkormányzati területen fog maradni. Megkérdem képviselőtársaimat, hogy az előterjedett határozathoz van-e hozzászólásuk, vagy kérdésük. Igen. Ez gyakorlatilag előfinanszírozott, tehát itt nekünk ez nem fog az önkormányzatoknak költséget jelenteni, semmiképp sem. Mert itt a kifizető közvetlenül a kivitelezőt fogja kifizetni, tehát ez nem olyan, mint a kerékpárutas projektom, ezt meg kell finanszíroznunk. Két kérdés valakinek nincs, akkor megkérem képviselőtársaimat, hogy az előterjesztett határozati javaslatot fogadja el, aki egyetért készfeltartásra jelzi. Köszönöm szépen. A következő napirendi pontunk az önkormányzati KFT ügyvezetői állásának pályáztatása. Ezt ugye tavaly évben már megtettük, gyakorlatilag a pályázatra második, ugye kétszer megtettük ezt a kiírást. A második körön igen jó jelöltek is voltak a pályázók között, de sajnos olyan táborról pályáztak, és nem letelepedéssel gondolták meg a munkakör betöltését, hanem utazással ellátni, amit úgy láttuk, hogy nem biztos, hogy szerencsés egyrészt a jelentkezőti költség terhe miatt, másrészt pedig azért, mert azért egy ilyen ügyvezető szándékaink szerint jó lenne itt helyben azoknak ideje nagy részében, mert akkor képezi ez a kárt is igazából a község a szerves részét, hogyha a vezetője tényleg itt a hétvégi programokon, a hétvégi dolgokban is ki tudja venni a részét, és úgy gondoltuk, hogy mégis nem hirdettünk akkor győztest a pályázaton. Én úgy gondolom, hogy ezt újra meg kellene hirdetnünk, de esetleg nem olyan szigorú feltételeket szab már az iskolai végzettségnél, de viszont ragaszkodva úgymond a helyi kötődéshez, a helyi lakáshoz esetleg, de hát mondjuk még azt nem is kötnénk ennél, mert most egy pár kilométeren belül jöhet, de mindenképp élvezzen előtt a helyi lakos, és olyan feltételeket próbáljunk teremteni, mert időközben több jelölt és neve is felmerült, akik ilyet szívesen vállalnának, és bizony úgy látjuk, hogy alkalmasak lehetnének ilyen feladat ellátására, hogy úgy alakítanánk a pályázati kiírást erre a munkakörre, hogy
hogy ezt helyi szinten meg tudjuk oldani, mert mindenképpen úgy érzem, hogy egy ilyen helyben működő, helyi szolgáltatásokat végző társaságnak, helynek kéne lenni a vezetőinek, mert annak nem látom értelmét, hogy 70-80 kilométerről járjon ide valaki, és akkor belőle autónakban is eltűnt. Vagy például ugye a meghallgatás során ugye volt olyan, aki azt mondta, hogy hát egy ilyen ügyvezető feladatát akár otthonról is el lehet végezni, bizonyos időszakban, meg a hozzátartozó pályázatírásokat, ezt meg lehet tenni a saját településükön is. Úgy gondolom, hogy jobb, ha itt van, és szem előtt van, egyrészt, hogy lássuk, hogy milyen munkát végez, másrészt nyilvánvalóan napi kontaktusnak meg kell lenni a kapcsolatnak itt az önkormányzat, a képviselők, illetve a helyi intézmények között. Bármi probléma, ha felvetődik bármelyik intézményben, karbantartás, esetleg ilyen dolgok, akkor nem egy másfél órát kell várni, amikor a ügyvezető a helyszínre érkezzen, és fölmérje a helyzetet, hanem rögtön oda tud menni, úgy, mint itt, ahogy itt helyben vagyunk, bármelyikünk, ha bármi van, akkor. Úgyhogy ehhez kérnék javaslatot, hogy ezt milyen feltételekkel írjuk ki ezt a pályázatot, hogy végre sikeres legyen, és tényleg a használva legyen a településnek. Én azért, ha nem is felsőfokú, de egy középszintű végzettségű mindenképp kötném azért az alapvetőmmel, hogy a helyi kötöttség, egy középszintű végzettség, meg az se baj, hogyha már ott egy hasonló, hasonló munkába volt része vagy tevékenysége, de a helyi kötöttség, mert a középfokú végzettség mindenképp szerintem előtt jelentsen. Vagy legalább, és akkor kéne is kikötés legyen. Hát az mindenképp lehet válaszkodni. Kikötés. Köszönöm én. Még? Hát mégis bizottsági szinten beszéltünk már ebben a testületi ülésen, kell kitalálnunk tulajdonképpen azt, hogy milyen feltételeket írunk. Valóban ez volt, hogy egy középszintű végzettség, mindenképpen előny a helyben lakás, illetve amit az előnyök közé evidens, hogy beírunk azt, hogy a hasonló területen szerzett tapasztalat az elmúlt. Igazából minél egyszerűbbre kell ezt a kiírást megfogalmazni. A határidejét az február 28-a volt, 29-a volt a javaslatban a bizottság részéről, hogy két hét idő van arra, hogy jelentkezzenek, és a következő testületi ülésen, hogyha döntenénk a személyről, akkor március 1-re történne a kinevezés, hogyha találunk megfelelő szemét. Április 1-jén elnézést, köszönöm a kiavítást. És hát a lényeg az, hogy úgyis a személyes meghallgatáson dől le. Most a Klári is felállított egy jó szempontrendszert, ezt talán tudjuk mi is alkalmazni, itt a Szociális Bizottság ülésén alkalmaztak egy ügyes kis szempontrendszert, ezt esetleg mi is bevezetjük erre a meghallgatásra, hogyha több jelöltünk lesz, akkor könnyebb legyen dönteni, de hát a gyakorlat úgyis azt mutatja az ilyen dolgoknál, hogy a személyes párbeszéd az eldönti igazából, hogy ki az, akire számíthatunk ebben a dologban. Hiszen itt is valóban voltak múltkor is nagyon szimpatikus jelöltek, de ott elvéreztünk már, hogy olyan távolságok képtelenség ezt a munkát ellátni. De ez úgyis leginkább úgy dől el, hogy fel kell vállalnunk a döntést, az, hogy ki az, akit ott szeretnénk látni ebben a pozícióban. Tehát ez másképp nem működhet. Köszönöm szépen. Én is azt mondom, hogy ez a szempontrendszer, amit egy képviselőtársam említett, ez a kulturális munkatárs kiválasztásánál történt. Ugye ott is korábban meghirdettük a pályázatot szigorú feltételekkel, hogy igyekeztünk volna megfelelni a legoptimálisabb dolgoknak, és utána ott is könnyítettünk a lehetőségen, mert ott is volt mindig pályázónk, de ott is kulturális munkatárs alkalmasak is lettek volna, de messziről kulturális munkatársak, akinek esténként vagy hétvégénként kell a településen a munkát ellátni, nem lehet kiválasztani. És úgy jutottunk el oda, hogy ugye könnyítettünk a kiírás rendszerét, volt több helyi jelentkezők, alkalmasak, mindegyikre azt lehet elmondani, hogy valamilyen szinten biztos, hogy alkalmas lett volna, meg jó lett volna erre a feladatra. Én még nem a végén azt mondom, hogy olyan jelöltet találtunk, aki magasan megfelel, azt hiszem, a településnek az ilyen irányú követelményeinek, és miért ne lehetne ez most is, hogy inkább itt helyi szinten egy könnyített pályázati rendszerre megtaláljuk az arra alkalmas szemét,
ezt annak tudatában mondom, hogy több jelölt van rajtán, akik mondom, hogy ők megpályáznák ezt, és tényleg ott is azt mondom valahol, hogy hallottam, hogy kik azok, több esetben, tehát több szeméről tényleg úgy van, hogy alkalmasabb lehetnek erre a feladatra. Válasszuk ki a legjobbat, dolgozzunk egy ilyen szempontrendszert majd az értékelésen, hallgassuk meg a jelölteket, és hát ott is olyan szerencsénk lesz, mint a hogy volt itt a kulturális munkatársnál, hogy itt tényleg arra abban a személyt sikerül abban szépen látnunk, aki ezt az egész kelet üzemeltetését a település javára tudja fordítani. Úgyhogy gyakorlatilag még képviselőtársaimnak van ehhez hozzászólása, hogy kérdése, hogy akkor ezt a jegyzőnök megkérem, hogy ezt a pályázati szempontrendszert írjuk ki, és jelentessük meg itt helyi szinten a falu tévén, a honlapunkon, illetve itt a hírgyűjtő táblákon hívjuk fel mindenki figyelmét, hogy óvodába, iskolába, bejáratnál legyen kérdezve, hogy tényleg minél többen lássák ezt is. Lehetőleg a legjobb jelöltek, illetve a legjobb jelölt is elindulhasson ezen a pályázaton. Akkor én néhány szót szólnék itt az elmúlt időszakban a dolgokról, és itt utána lehetőség van arra, hogy képviselőtársaim is esetleg az elmúlt időszakból történtekhez hozzászóljanak, vagy ha van valami észrevételük, azt megtegyék. Hát legelőször is köszönném itt a televízión keresztül is megköszönni a lakosságnak azt a türelmét és azt a segítőkészségét, amit itt a helyi adókkal kapcsolatos konfliktusokban nyújtottak nekünk, ugye köztudott, hogy korábban a hivatalban nem tökéletesen működött ennek a feladatnak az ellátása, és számos hiányosság ott állt föl itt egy ilyen könyvvizsgáló cég egy jelentést adtak számunkra, ami úgy gondolom, hogy mindegyikünk számára gyakorlatilag előre meg volt fogalmazva, hogy itt komoly hiányosságok lesznek ezen a téren, és most két munkatársunkat átcsoportosítottuk a más munkakörével kapcsolatos feladatok mellett, még ezt a feladatot is ellátják, ugye itt Mollerné Andráról és a Bordás Éváról van szó, őket most úgymond megkezdtük a felkészítését, illetve kiképzésüket arra, hogy képzésüket azt, hogy az adós termőket is ellássák. Nyilvánvaló, tudni kell, hogy ez egy egész más terület mindkettőjük életében, mint amit eddig elláttak, de úgy látom, hogy nagy lelkesedéssel próbálják ezt a területet rendbe tenni, és ha minden jól megy, akkor a március elején kiküldendő határozatokat már mindenki azt szerint fogja megkapni, hogy az előző időszakban hozott hátralékokat, adótartozásokat, illetve hiányosságokat vagy pótolják, vagy pedig igazoltan lerendezik itt a rendszerben, hogy azok törlésre kerüljenek, és még egyszer ezért elnézését kérünk mindenkinek, de valahogy ezt rövid úton belül rendezni kellett itt a hivatalunkban, és tényleg ezt csak köszönni tudom a lakosságnak, hogy ilyen toleráns óta csak voltak, vagy partnerek voltak ebben, hogy rendezzük. Persze még mindig van sok olyan, aki ezt nem tette meg, de azokat meg kérjük, hogy még jöjjenek be, egyeztessük össze a nyilvántartásokat, a befizetéseket, és akkor nem lesz később az a gond, hogy ismét márciusban olyan határozatot fognak kapni, amit megint az előző időszakban hozott tartozások szerepelnek, annak ellenére esetleg ne rendezték. Aki meg esetleg még nem rendezte le, és tudja, hogy valamiért ebben ezt megteheti, akkor azt tegye meg, akinek meg egyéb gondja van, fizetési nehézség, átmeneti probléma, az jöjjön be, megpróbáljuk orvosolni, hogy egyszer azt, hogy keresse meg, és akkor egy kérelmével megvizsgálva a lehetőségeket biztos, hogy tudnak valami megoldást találni, de az a legrosszabb, ha éveket át ez az adótartozás tolódik, és emelkednek mind a adótételek, mint pedig a járulékok, a kamatok csak nőnek, tehát egyszer és mindenkor ezt jó lenne lerendezni, és van rá mód, van rá lehetőség, hogy jegyzőnőnél ezt megtegyék.
A másik, amit előbb már említettünk, kitértünk rá, hogy a kulturális munkatárs kiválasztását úgymond megtettük. Gyakorlatilag ugye az a polgármesteri hatáskör, de én a szoktatási bizottságunk, oktatási szociális bizottságunknak a támogatását kértem abban, hogy legyen segítségemre, hogy tényleg a bizottság területéhez tartozik a munkatársnak a tevékenysége. Rálátása legyen, hogy a lehető legjobb jelölt legyen kiválasztva. Mondom, tényleg a jobbnál, úgy azt mondhatom, hogy jobbnál jobb jelöltek voltak, akik tényleg látszott, hogy lelkesen ezt a munkát el tudnák látni, és itt mondanám, hogy Váradi Viola a kiválasztása történt meg végül is a feladatra. Bízunk benne, hogy ő neki a hozzáállásán, illetve a lehetős képzettségénél fogva, illetve az eddigi tapasztalataival sikerült tartalommal megtöltenie a kulturális és szabadidős tevékenységünket, illetve a települését, és bízom benne, hogy nagy segítségünkre lesz abban, hogy itt az önkormányzat válláról levegye a terhet, amit magunkra vállaltunk tavaly. Itt főleg Klári néni, meg a kis képviselőtársam, amik nagyon sok rendezvénynek a megszervezésében részt vettek, és főleg Klári néni, azt megköszönöm, és akkor bízom benne, hogy tovább is ezzel a lelkesedéssel segíten majd a munkatárs munkáját. És akkor még egy területet kell érintenem, az, hogy elmondjam itt a képviselőtársainak, illetve a település lakóinak, hogy ugye az elmúlt időszakban beköszönt nagy hidegre való tekintettel, ugye a belügyminisztérium, illetve a kormány különböző intézkedéseket tett az ország területén, és nekünk is plusz feladatot rólt, azon kívül a ugye állampolgári lelkiismeretünk, illetve a betöltött pozíciónkból való felelősségtudat, és azt sarkaltam, hogy mi is itt településünkön a rácogolóktól az eddignél még nagyobb odafigyeléssel próbáljuk meg segíteni, és itt az elmúlt nagy, úgymond mínusz 15-17 fokos időszakokban több esetben, több helyen ugye tüzeltünk ilyen elesetteknek, hogy ne fagyjanak meg. Azon kívül úgymond ilyen élelmiszer segélyt adtunk olyan téren, hogy kisebb értékű bevásárlásokat tettünk napjában, és azt eljutattuk a rászorulóknak, hogy éljen ne, hogy valaki elhajjon a nagy hidegbe. Ugyanis itt vannak olyan személyek, akik nem tudnak rossz időben elmenni a boltba, illetve olyan is akad, akinek még ilyen alkalmi munkavégzésre sem nyílik lehetősége, mondjuk mínusz 15 fokban, és akkor még a napi betevő falatja sincs meg. Tehát ezt én elmondom, hogy hát néhány esetben, több esetben nyújtottunk 2000 forintos élelmiszer segélyt egyes rászorulóknak. Ezen kívül több helyen tüzelünk, tehát folyamatosan tüzelünk, és még több helyre vittünk ki alkalmilag tüzelőt, hogy legalább ezt a hideg időszakot átviseljék. Utána ugye itt a bizottsági ülésen a Szociális Bizottság hatáskörébe hozott meg olyan támogató határozatokat, amivel tűzifával fogja ellátni azokat a személyeket, hogy a tavaszig, tehát a jó időbejártáig kihúzzák. Ezt köszönjük a bizottságnak is, hogy ezt a keretet biztosította a keretükből. És gyakorlatilag azt, itt a televízión keresztül is kérem a lakosságot, hogy amennyiben észlelik azt, hogy a szomszédjuk, vagy a közvetlen környezetükben, vagy akár hallomásból bárhol hallanak olyanról, aki mindenképpen rászorul arra, hogy napi beavatkozással segítsünk rajta, akkor azt jelezzék ide, mifelénk ki fog hozzá lenni a szociális munkatársunk, akik most 60 napig ugye ilyen állami
támogatott keretből tudunk alkalmazni, az ki fog menni, fölméri a helyzetet, és megpróbálunk rajta segíteni. Úgyhogy viszont azt is elmondom, hogy segíteni, mi nagyjából föltérképeztük, hogy kik azok, akiket kell segíteni, de biztos marad ki olyan a látókörünkből, aki ezt igényelni. Tegnap is fölmerült egy ilyen probléma, kis képviselőtársam jelezte, és tudtuk rajta segíteni, már tegyük meg ezt azért, hogy az én rajta, mert meg kell, hogy tudja tenni ezt a segítséget. Ezt szerettem volna elmondani, és még egyet, hogy egy esetben viszont egy nagyobb összegű támogatást nyújtottunk egy átmentileg megszorult rajkai lakos részére, és úgy gondolom, hogy ezzel tudtunk rajta segíteni, hogy az hosszú távon megtartsuk magunknak, mint ők, mint pedig a felső fokú oktatási intézményben tanuló családtagját, mert nem akarunk elveszteni egy rajkai cseló átmeneti probléma miatt valaki elköltözzön, és úgy gondolom, hogy rendezni tudtuk a helyzetét is ezzel, hogy segítettünk rajta. Ezt szerettem volna elmondani, és akkor képviselőtársaimnak, amennyiben van hozzászólása, akkor megtetik. Ha nincs, akkor megköszönöm a televízió nézőknek is a figyelmet, és a mai üdvözlőre kezdtem.